Beoltassuk-e magunkat, vagy sem? Nézve a közösségi oldalakat, nagyon megoszlónak a vélemények. Van, aki tart tőle, retteg tőle. Mi a véleményed? Szabad-e kérni a vakcinát? Igen, e, nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert tényleg én is azt látom, hogy a közösségi oldalakon mindenféle vélemény megfogalmazódik, és nagyon sok olyan ellenvélemény is e, napvilágot lát, aminek az égadta világon semmilyen alapja nincsen. Én azt gondolom a vakcinákról, és a kollégáim felé is ezt kommunikáltuk a kórházban, és ugye hozzáértő orvosokként, felelősen gondolkozó orvosokként el kell fogadnunk azt a tényt, hogy azok, akik kifejlesztették ezt a vakcinát, és azok, akik engedélyezik, a vakcinának a használatát, tehát értem én itt azt, hogy a magyar Gyógyszeri, gyógyszerügyi hatóság, ha forgalomba hozatali engedélyt ad Magyarországon egy vakcinára, vagy bármilyen készítményre, az biztonságos és biztonságosan használható. Az, hogy rövid idő állt rendelkezésre, az nem azt jelenti, hogy ezeknek a vakcináknak a az alapja, az ne lett volna már készen. Tehát az elvi megoldás, az nem most született az elmúlt fél évben. Az elvi megoldás a Pfizer vakcinájára is készen volt, csak a koronavírusnál meg kellett határozni azt az RNS szakaszt, és ezt ki kellett tudni vágni a kódoló genetikai anyagából, ami azt a bizonyos fehérjét kódolja. Tehát maga az elv az egy készen lévő rendelkezésre álló, a kutatóknak a rendelkezésére álló gyakorlati elv volt, amit már számos alkalommal használtak és bizonyított, hogy jól működik. Tehát ezt ne úgy gondoljuk, hogy márciusban elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogy lehetne a koronavírus ellen vakcinát fejleszteni. Mind a három eltérő különböző hatásmechanizmusú vakcina ismert tényeken alapul a fejlesztése. Külföldön nekem nagyon jó ismerőseim vannak különböző országokban, és vannak olyanok is, akik már vakcinát kaptak. Meg is osztottam a Facebook oldalomon az egyik kardiológus kollégámnak, az Edmontoni Kardiológiai Klinikai Igazgatójának a saját tapasztalatát, mert számos alkalommal beszéltünk egyébként is a koronavírus járvány kapcsán kezelési technikákról, vakcinációról is, mert tulajdonképpen most osztjuk meg egymással azokat a tapasztalatokat, ami alapján ugye a magyar ember különösen úgy van összerakva, én is, hogy csak a saját szememnek hiszek. Tehát, hogyha egy közeli hozzátartozom, vagy hozzám közel álló kollega is azt mondja, hogy ő, átesett, a, a, megkapta a vakcinát, és az ég a világon semmilyen mellékhatást nem tapasztalt, és teljesen biztonságosan ugyanúgy, ugyanannyit érzett, mint egy influenza oltásnál, eh, akkor az nekem egy releváns, hiteles információ. A kórházban, hála Istennek, a dolgozóink között eh, nagyon magas a jelentkezési hajlandóság arra, mert látják, a kollégák, hogyha a vakcinát nem fogjuk használni, akkor ugyanott fogunk tartani jövőre, mint ami az idei év volt, és jövő karácsonykor még ugyanerről fogunk beszélni, és ugyanúgy maszkot kell hordanunk, távolságot kell tartanunk, nem élünk azzal a lehetőséggel, amit a tudomány adhat ahhoz, hogy visszatérjünk a normális életünkre, vagy életünkhöz. Hogyha azt nézzük, hogy a gazdasági szempontból mennyire nyomorítja meg az életünket ez a pandémia, akkor meg pláne azt kell mondani, hogy az egyetlen kiút az az, hogy minél nagyobb arányban oltattassuk be magunkat, mindenki, mert hogyha nem, ha a fekete himlő is úgy tűnt el, hogy nagyon nagy volt a, az a populáció szám, tehát 90% feletti átoltottság szükséges ahhoz, hogy maga a betegség e, megszűnjön és ne legyen közöttünk. A koronavírusnak ez a törzse ugyanúgy itt fog maradni, mint az előző hat törzs, amit ismerünk. E, és hogyha ha egy e, világméretű átoltottság van, akkor lehet likvidálni ezeket a betegségeket, és meg lehet oldani azt, hogy ne nyomorítsa mindenkinek az életét. Ugye elsősorban az egészségügyi dolgozókat nagyon megterheli, másodszorban nagyon sok veszteségünk van, mert úgy halnak meg a betegeink a koronavírus fertőzés következtében. Igaz, hogy súlyos társult betegséggel, de nézzük már meg a magyar uh, átlagembernek az egészségügyi karrierjét. Tehát mi nem 80 évet töltünk el gyógyszermentesen, és aztán kezdünk el gyógyszerszedni. 45-50 éves embereknek magas a vérnyomása, 55 éveseknek, már nagyon soknak magas a cukra. Tehát azok a szocializáció következtében kialakuló társadalmi szokásaink következtében kialakuló betegségek, azok eddig is itt voltak közöttünk, és nagyon nagy arányban érintik a lakosságot, ami súlyos társult betegségnek minősül a koronavírus fertőzés mellett.